A topolyai TSC labda rúgói április 27-én győzelmet arattak a Kragujevaci Rádnicski ellen. A 2-1-es győzelemmel bebiztosították a Szuperligába való feljutást. A bácskai csapat mérkőzéseinek ebben a szezonban a Zentai stadion adott otthont, ezért az ünnepi, immár tét nélküli meccset is itt játszották. A lelátókról mintegy 2500-an figyelték a Gornyi Milanovaci Metalac elleni mérkőzést, amelyen újabb sikert arattak a topolyaiak. Dér Henny énekesnő is a pályán volt, az ismerős arcok együttes Nélküled című zeneszámával kezdődött a mérkőzés. Az első félidő 8. percében Szilágyi Vladimir berúgta az egyetlen, egyben a győztes gólt. Az örömmámor mellett a játékosok kicsit lazíthattak, azonban a siker így sem maradt el. Ez a meccs egy ilyen szép zárása ennek az egész szezonnak. Nagyon boldogok vagyunk, és tényleg alig várjuk már, hogy menjünk és ünnepeljük meg azt a szép szezont. Nehéz, de sikeres időszakon vannak túl a játékosok. 31 mérkőzésen voltak veretlenek, egyedül a szerb kupában a Cironen az Zvezdát nem sikerült legyőzniük. Úgy gondolom, hogy az elején nagyon rosszul indult, edzőváltásunk is volt, de szerencsére aztán jött a Szabó Zoltán edző, és hát minden megváltozott. Hangulat is megváltozott, az edzések is, minden összekovácsolódott a csapat, és hát ennek az eredmény, hogy elsők lettünk a bajnokságba is, hát nehezen, de megcsináltuk. Szabó Zoltán ért a fiatalok nyelvén, jó hangulatot tud teremteni az öltözőben, ami nagyon fontos egy mérkőzés előtt. A mai mérkőzés egy ilyen vidám hangulatban, egy ilyen ünneplési hangulatban sikerült nyerni a Metalac ellen 1-0-ra. Nem használtunk még egy pár helyzetet ki az egy gól mellett, de ez a győzelem szintén egy nagyon szép győzelem ennyi néző előtt, és egy ilyen tényleg momentumban nagyon örülök és nagyon elégedek a csapattal. Reméljük, hogy ezen a szinten így fogjuk hasonlóan folytatni a Szuperligában is a szereplésünket. A borult ég ellenére száraz maradt az idő, így a nézők is maradéktalanul élvezhették a győzelem napját. A mérkőzés után frissen sült ökörhússal várták a nézőket, a gyerekek pedig 11-eseket rúghattak értékes ajándékokért cserébe. Azt hiszem, hogy a mai teljesítmény egyébként egy visszafogott volt. Gyakorlatilag azt láttuk a TSC-től, ami csak nagyon szükséges volt, és ez a győzelem ez gyakorlatilag leképezte a tavaszi szezont, ami egy páratlan menetelés volt a TSC történelmében, amelynek eredményeképpen ugye feljutottak a Szuperligába. Vajdaság egész területéről érkeztek rajongók, Halasi Szabolcs a magyar tannyelvű tanítóképzőkar docense kisfiával Illéssel érkezett a mérkőzésre. Én, mint sportember, korábbi sportember, nagyon szívmelengető érzés az, hogy a csapat feljutott, és méghozzá egy ilyen csapat, ami ugye több magyar játékossal rendelkezik, ez mindenképp nagyon-nagyon megsüvegelendelő dolog. Nyilván az, hogy bármivel az ember bajnok lesz, az számára egy nagyon jelentős dolog, de így, hogy a legmagasabb szinten tudják a topolyaiakat képviselni, ez egy hatalmas dolog, és ezúton is gratulálok a csapatnak, gratulálok a csapat menedzsmentjének, és természetesen gratulálok Zsömberi Jánosnak, és nagyon sok sikert kívánok és kitartást. A mérkőzés követően Dér Henny ismét színpadra lépett, és egy szerb dalt is előadott. Yeah.
A TSC labdarúgóinak az aranyérmet Ilija Petković, a Szerb Labdarúgó Szövetség Végrehajtó Bizottságának tagja adta át, a serleget pedig Nenad Bjeković, a Labdarúgó Szövetség alelnöke adta át Tománovics csapatkapitánynak. Konfetti eső és tűzijáték zárta a játékosok nyilvános ünneplését. Zsemberi János, a TSC elnöke szerint a csapat megérdemelten lett első, és hálás a szurkolóknak is, hogy végig kitartottak mellettük. A szurkolótábor fantasztikus, mi igyekeznénk meghálálni majd az első rangfokozatba is ezt az odaadást, és helyet állni a felső rangfokozatba is. Ugye a Szuperligában folytatja majd a TSC őszre, mennyire lesz ez nehéz, érkezhetnek-e majd új játékosok, mit tudhatunk erről? Hát nagyon sok új játékos nem jön, valaki azért pár érkezni fog, és hát most kell még csak igazán felkötnünk a szárát. A jövőben tovább kell majd erősíteni a TSC csapatát, ugyanis egy nagyon nehéz időszak elé néznek. Azért a szintek közötti különbség az megvan, meglátszik itt szerb labdarúgásban, valamint máshol is, más országoknál is. Én azt mondom, hogy egy 4 játékosra biztos szükség van. Nem szeretnék megbontani ezt a csapatot, tehát próbálunk tényleg, akik nem kaptak lehetőséget, azoknak más klubokat keresni. Azokra a pozíciókra pedig, ahol úgy láttuk, hogy szükség van akár konkurenciára, akár pedig erősítésre. Úgy gondolom, hogy olyan játékosokat, akik konkrétabban játszanak, mint az egyes pozíciókon meglévő játékosok, akkor azokat pedig le fogjuk igazolni. Tehát most még nem fejeződött be se a Szuperligának a bajnoksága, külföldi bajnokságok sem még nem fejeződtek be, tehát azért próbáljuk lassan nézni a játékosokat, és szeretnénk olyan játékosokat igazolni, akik tényleg erősítésként szolgálnak majd topjának. Egyébként külföldi játékosok, vagy szerbiai játékosok lesznek majd a csapatban az erősítésben? Szerbiai játékosokat néztünk, vannak magyarországi játékosok, akik tetszenek nekünk. Kicsit nehéz a Magyarországról játékost igazolni, mert valójában itt a szerb labdarúgásban nem fizetnek annyit a játékosoknak, de én azt mondom, hogy megpróbálunk más országokból is igazolni, de szeretnénk azért innen a környékből, mert én azt hiszem, hogy az idevalósi játékosok hozzák majd a közönséget is, és én azt mondom, hogy egy pár év múlva pedig pont az kell, hogy célunk legyen, hogy felhozunk valakit az ifjúsági csapatból, aki a mi nevelésünk, és tényleg ezt ki is tűztük célnak. Persze a Szuperligába megmaradás mellett ezt is szeretnénk majd beváltani, és én úgy gondolom, hogy ahogy idáig elértük céljainkat, úgy sikerül majd ezeket is elérni. A labdarúgó klub marketing menedzsere végig kísérte a csapatot. Nekem is egy nagy kő esett le ma a szívemről, hogy végre a végére értünk, és egy ekkora sikerrel. Nagyon jó hangulat, azt kell, hogy mondjam, tényleg sokan kiemelték az edzőváltás pillanatát, és szerintem is az volt a döntő mozzanat. Azóta a csapatban a hangulat kiváló, nagyon jó viszonyban vannak egymással a játékosok, az egész klub, a vezetőség, tényleg az összes munkás. Napi szinten ugye, hogy találkozunk és együtt dolgozunk, egy nagyon jó barátság és hangulat alakult ki az akadémián is, úgyhogy szerintem ezzel is tudtuk koronázni ezt a sikert. Egyébként az öltözőbe is bemész a fiúkhoz, és beszélgetsz velük, megáll vagy velük? Hát az öltözőben ritkán az inkább ugye a vezetőedző dolga. Hogyha valami infót át kell adnom, vagy esetleg szükségem van a részükről valamire, akkor néha beszoktam menni, és hát ott is ugye tényleg baráti a viszony, úgyhogy nagyon jó. Akkor ők is jól kijönnek egymással, lehet, hogy ez is a titka a csapatnak. Így van, hát ezt mondom, mindenki kiemelte, az edző is, a vezérigazgató is, hogy ennek a sikernek a kulcsa az emberi viszonyok. Tehát a foci az, hogy tudnak focizni, ezt minden csapat tud focizni az első ligába. Lehet, hogy a táblázat végén egy kicsit gyöngébben, de az, hogy itt a vezető csapatok között a különbséget szerintem az, hogy egy egészséges viszony és baráti viszony alakult ki a játékosok között, és jó szívvel, jó kedvel futnak ki a pályára, és szeretnek együtt focizni. Az idei szezon után a zentaiak már magukénak érzik a topolyai csapatot. Én azt hiszem, hogy
sportkedvelőknek egy nagy élmény, tehát az entei labdarúgó kedvelőknek és minden sportmunkásnak vagy sportkedvelőknek egy nagy élmény, hiszen minden hétvégén, második hétvégén egy nagy élményben volt részük a mai meccs is, nagyon érdekes volt, és tehát valószínűleg úgy tűnik, hogy még fél évig folytatódik ez a sport évvezet itt Zentán, hiszen úgy néz ki, hogy az őszi szezont a Szuperligában is itt fogja játszani a TSC Zentán. Magukénak érzik már lassan a csapatot, hogy itt játszanak, mert tényleg egy jó ideje? Hát a zászlókon látszott, hogy a Topolya címer mellett ott volt Zenta címere is, tehát hogy mondjam, összefonódik most már a csapat itt Zentával is. Én azt hiszem befogadták a zentaiak is, hát, és azt hiszem a topolyaiak is jól érzik magukat itt Zentán. Továbbra is járni fog a meccsekre? Amikor az idő megengedi, igen. A játékosoknak erős szurkoló táborra is szükségük van. A Blue betyársz, amikor csak teheti, végig szurkolja a mérkőzéseket, hangjuk pedig bezengi az egész stadiont. A meccs után a szurkoló tábor egy zentai kocsmában folytatta az ünneplést a Fokos zenekar kíséretében. Szabó Gabriellának és férjének Attilának családi program a szurkolás. Neked milyen nőként a lelátó lenni? Nagyon jó. Egyébként kicsit fura volt eleinte, mert ez egy férfi sport, a foci, és általában férfiak szoktak szurkolni, de én nagyon szeretem a focit nálunk. Általában otthon is én ugyanúgy a társasággal otthon ülök a kanapén, előkészítek mindent, és én ott ülök, és végig szurkolom az egész meccset. Ugyanígy van ez kint a lelátón is. És ti közösen szurkoltok minden meccsen akkor? Így van, az első meccs óta, már a harmadik liga óta, az első közös Lóbetyár szurkolás óta ott vagyunk, és követtük a csapatot itt a második ligába, betoltuk a csapatot a Szuperligába is, és természetesen ott is fogjuk folytatni a folytatást, és szurkolni fogunk a Lóbetyár szurkolói táboron belül, végig, ameddig csak a csapatnak erre szüksége van, és tessék, látszik is, megvan az eredménye. Ott vagyunk a Szuperligában, bajnok csapatot avattunk ma, minden sikert elértünk. Szeptember óta nem kaptunk ki, ez egy borzasztó nagy történelmi pillanat volt, hogy együtt a csapattal sikerült megélni, családdal együtt és a barátainkkal együtt. A szabadidőtöket áldozzátok, vagy hát nem áldozzátok végül is, hanem ez egy jó szabadidőtöltés, nem igaz? Igen, igen, azért bármikor van szerdán a meccs, vagy szombaton, vagy vasárnap, mi általában ott szoktunk lenni. Volt olyan, hogy csak az Attila volt, úgyhogy csak én, de volt olyan, hogy elvittük a kisfiunkat is. Ez nem csak a fociról szól, ez egy közösségről is szól. Nagyon sok olyan barátunk van Temerinből, Szabadkáról, Zentagonosról, Topolyáról, akikkel itt van egy apropó találkozni. Borzasztó sokan mentünk ki külföldre, rengetegen hiányoznak a délvidékről, és ezek a meccsek, ezek a lelátói események, egy közösségteremtő események. A Blue Betyárszon belül közös szurkolás nem csak a fociról szól, ennél jóval többről is. Arról is szól, hogy találkozunk, együtt szurkoljunk, találkozunk, megígyunk egy kis sört, és utána természetesen megy mindenki éli a hétköznapi életét, mindenki dolgozik, mindenki tanul, de aztán ott a meccs, jövünk, szurkolunk, ott vagyunk, együtt vagyunk barátok, családok, régi ismerősök, és van egy apropó, amiért tudunk találkozni, és emiatt is a foci úgymond összeköt bennünket, és a szurkolás, a Blue Betyárs csoport összeköt bennünket. A Blue Betyárs csapata egy összeszokott baráti társaság, akik több vajdasági településről verődtek össze. Körülbelül 75-en vannak, a kemény magot 35-en alkotják. Abban különbözünk mindenképpen más táboroktól, hogy általában egy adott nagy csapatnak a tábora, mondjuk a Ferencváros éppen nem egy túl jó példa, de ilyen kisebb csapatoknak az adott körzet, az adott város inkább az adja a táborát. Ez a csapat, ez képviseli úgymond a délvidéket, tehát ezt ugye elfogadta, illetve hát a klubnak a politikája is kicsit az, hogy ilyen magyar klub legyen, és ez azért így magába zárta a magyar közösséget is. Tehát nyilván, hogy a tábor is Temerin nagy számba képviselteti magát, Topolya, Zenta, Becse, Pecello, Ada, tehát Szabadka, tehát igazából mindenhonnan vannak. Természetesen ezeket az embereket, akik összeszervezték ezeket a többi, azokat ismerjük. De nyilván elkezdett járni egy 25 ember, akit előtte nem ismertünk, és ma már nagyon-nagyon jó barátságban vagyunk, úgyhogy ez az egész igazából egy ilyen közösségépítésről, barátkozásról, barátságról szól. És a játékosokat mennyire sikerült megismerni?
Szerencsénk van szerintem egy kicsit a csapattal, mert nagyon jól elfogadtak bennünket, és ők az első mérkőzéstől kezdve mindig odajöttek mérkőzés után meg minden. Én általában háttal állok a mérkőzésnek, úgyhogy én nem igazán látom a meccset, úgyhogy igazából így kicsit kellemetlen is talán néha, hogy ilyen előénekesként azért én ismerem talán legkevésbé a csapatjátékosait. De ez olyan szinten van, hogy mondjuk Topolyán, ha a városban találkozunk, én nem ismerem fel, a játékosok köszönnek. Tehát igazából ilyen játékos szurkoló viszony tudott kialakulni. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a keretet, ők nagyon jól elfogadtak bennünket. Azért nyilván tudjuk, hogy nagy része nem magyar, de most, ahogy bajnoki serleget fölemelték, magyar rigmusokat énekeltek, amit is szeretünk rá. A zentai stadion a következő szezonban már olyan első ligás csapatokat fogad majd, mint a Partizán, a Crvena Zvezda, a Vojvodina vagy az FK Spartakus. Ezeken a meccseken nem lesz egyszerű dolga a tábornak, ugyanis a többi szuperligás csapatnak másfél ezres szurkoló táborra is lehet. A betyárok azonban a megszokottól nem adnak kevesebbet, tovább lelkesítik a csapatot.